Tokióban ki fogok próbálni egy 100 000 forint per éjszaka áron kiadott elit luxus hotelszobát, illetve egy mindössze 1000 forint per napba kerülő lehető legolcsóbb szálláshelyet. Csapjunk is bele! Na de álljunk meg egy pillanatra! Az egész egy pár nappal korábban kezdődött. Meg kell találnom! Gyakorlatilag a legolcsóbb Airbnb-t az országban. Ó, Balaton luxus villa. 974 forint! Rendesen ijesztően néz ki. Ilyen és luxus körülmények közt van medence, reggeli, ebéd az árban, jó ár. Az korrekt leírás. Én azt mondom, induljunk utunkra. Remélem a távozás kör azért a vesém a birtokomban marad. Megmásztam a Mount Everest. Oh, no way. Te most viccelt. Nem üdv itthon? Bizony, az ott az otthonom. Hogy kéne itt bemenni? Van egy rendes lakat? A bejárati ajtón? Negyed óránát gondolkodtam, hogyan kéne bejutnom, majd rájöttem, hogy talán a legegyszerűbb felhívni a hirdetésben található telefonszámot. Üdvözlöm, most érkeztem meg a balatoni nyaralóhoz, én vettem ki egy éjszakára a telküket. Van egy lakat az ajtón, nem tudom, hogy ez mennyire... Jó, az egy kapu. Feri! Nem írtad meg az Airbnb? Ez szerintetek nem a Makkadrinak a hangja? Mert szerintem ez az egyik barátnőjének a hangja, annak az Adri nevű csajnak. Nem biztos, lehet, hogy nem. Szembe áll a kapuval, ugye? Igen, semmi gond. Na, ha balra néz egy kicsit befelé, akkor ott van egy marha nagy fűcsomó, igen. Meg van egy boríték, és rá van írva egy kulcs. Oké. Okay. Meg, igen, látom, köszönöm, erre nem is gondoltam volna. Are you fucking kidding me? Modern idők Airbnb bejutásai. De ez egy vicc. Talán beér a karja! A hölgy nem viccelt. Én ezt nem hiszem el. Dude, what the... Kevesebb kulta nem tudott volna működni ez a hely. Oké, lássuk. Nem. Aha. Nem. Lehet, hogy igen. Ezt tudja, hogy staged. Én ezt nem hiszem el, hogy real. Most ezt valaki elhiszi, hogy real? Ez biztos, hogy staged. Az volt rá, hogy kujcs! 2.d. Ezt tudja, hogy nem real. Ha ezt így folytatjuk, Dorán felfedező munkanélküli lesz. Nem akarom elhinni, hogy bejutottam. Az anyámot, jaj, a kulcs! Ez még kelleni fog, azt hisz. Ő lesz a mi kis palotánk. Kívülről egész rendben van. 1000 forint per ér. Remélem, azt a létrát mondjuk nem azért hagyták ott, hogy felkössem rajta magam. De most csak viccelsz velem. Az a kecskehúgyos minden. Mi az Isten történt a fallal? Oh my... Tehát, hogy az életemre megesküszöm, hogy nem viccelek veletek. Ürülék szag van ezen a helyen. Tehát, hogy így... You better be joking. What the fuck? Volt itt egy buli, amire nem lettem meghívva. Az egész hely tiszta mocsok volt, és olyan erős volt a WC szag, hogy azt hittem helyben el fogok ájulni. Le van TikTok bumjuknál. Az egy egész jó társas. Sweet Jesus. Le van húzva. Nem. Ez egy vicc kell, hogy legyen. Na jó, én goodbye. Konkrétan emberi ürülék volt a WC-ben. Nyugiton. Konkrétan felállt a szőr a karomon. Ez olyan szinten nem higiénikus. Ki hagyja szarosan a WC-t? Azt az ANTS által nem jól vagyok mindegy. De még van még egy bejárata a helynek. Erről egy szabaduló szobát mintáznék. Csak Nutella volt. Ez egyáltalán legális? A híredés szerint van itt egy medence a házban. Azt mondjátok nekem, hogy ezt hívtam. Az a medence. Tehát ők medencének. Kitérek a hitemből. Már csak azt nem értem, hol kéne pontosan aludnom. De mutatom az izgalmasabbat. A konyhában nincs semmi azon a kájhán kívül, amiben ezt a finomságot el lehetne készíteni. Úgyhogy sütögetni fogunk. Nem, mármint komolyan, tűzön. Tűzött, hogy mint az ősemberek. Van itt minden, ami... Mint az ősemberek! Csak az ősemberek használnak tüzet! Nem lehet mikrózni, mik ilyenek? Mikro? Ne. Az ősemberek nem használtak netpincért. Csak tüzet. Ősember moment. Kiskutyás póló? YOLO. M&M-szes gatya? Swag. A másik... Amúgy azt a gatyát koppolnám. Találtam egy elég király napágyat. Ami egészen kényelmes, hogy ezen pihengettem a... Ez így marad? Egy dologhoz akartam pozitívan hozzászólni. Egyhez! Nem fogjátok elhinni, mit találtam. A menet, hogy alapvetően pusztítanak az értékelések erről a helyről. Két éjszakát szerettem volna fiammal itt tartózkodni, de a vendéglátó, mert gondolom nem egy haráncsíkos hargitai vérmókus volt. Kilopták a pénzt a bőröndömből, amíg a városban voltunk. A penészaf alatt jobban falta, mint Gergő nagyapám a halászlevet karácsonykor. 10 out of 10. Mocskos edények, foltos ágybűz. Aláírom. Micsoda triumvirátus. Soha többet. Igénytelen szállás 100 forintot sem ér. Szerencse, hogy csak 1000 volt. A Covid nem szaporodott olyan gyorsan, mint a falatevő penész a nappaliban. Na most én éppen csinálom ezt a videót, vágom, és megláttam ezt. 2017. 2017-ben még nem volt Covid. Mik ezek az értékelések Viszperton? Mi a fasz? Ezt a streamben nem is vettem észre, de... What? Legalább az egyik házat takarították volna ki a kettő közül. Nem tudom, a jobb vagy a baloldali épület volt mocskosabb. Jól gondolom, hogy nem véletlen. Van itt még egy épület? Mivel a lakáskiadós oldalon ezt a helyet láttam, egyértelmű volt, hogy ide jövök. De vajon van rá esély, hogy az egyik kulcs ezt a helyet?
No fucking way! Én ezt nem hiszem el, hogy real... Jó, ezt meg kell keresnünk. Balaton luxus villa, Siófok. Valaki megtalálja esetleg? Hát eléggé fake-nek tűnik. Fake-nek tűnik. De mindjárt várjam. Airbnb. Destination. Siófok. Van három lehetőségünk, de ez egyik sem az. Zamárdiban van egy 7000 forintos. Az nem lehet olyan rossz. Aha. This my crib. Ennyi az egész? Ez szerintem kamu. Ez nagyon kamu szerintem. Ennek kamu szaga van ton. Akkor igazán volt. Tűz anyám. Én ezt nem biztos, hogy akartam látni. Lehetséges, hogy... Ez kamu. Ez hangefekt volt. Ezt hallottátok? Valaki... Ez egy hangefekt volt. ...fogott az ajtón. Halló? Nem, ezt nem játsszuk. És mielőtt azt hinnétek viccelek. A klippen nincs semmilyen plusz hangefekt, bármilyen plusz sáv, amit ráhúztam. Hallgassátok! Egységes, hogy... Tehát ez magán a felvételen történt. Nyilván nem lehet utólag lerenderelni és beletenni amúgy, nem, de Lehet-e, valaki kopogott azon a helyen, amit én most kiveszek erre az éjszakára? Olyan szinten meg voltam ijedve, hogy a másodperc tört része alatt hívtam bele apát, hogy jöjjön, értem? Esküszöm, van két épület, hogy bementem a másikba, és valaki rám kopogott. Úgyhogy senki. De ugye nem adták ki két embernek ugyanazt a helyet. Na jó, ez creepy. Soha nem volt semmilyen paranormális élményem. És a tény, hogy ez történt a semmi közepén, nem éreztem magam túlságosan biztonságban. Most. És ott bent, igen, ezt is most tudtam meg. Látjátok ezt? Nincs villany. Ez a hely az otthonom már, ahol nincs villany. És mindenek a csúcspontja, hogy mindjárt nem merülök. És itt bent ez az egy konnektor van, ami persze nem tölti a telefonodat. Ha lemerülök, I am fucked. Nem tudod, hogy ez teljesen vicces. Oda, hogy mi történt ezután? Úgy befostam, hogy hazamentem. Konkrétan összeszedtem minden cuccomat, és hála Isten, hogy apa a közelben volt, ugyanis azonnal tudott jönni értem. Az a kiszolgáltatottság, amit ezen a helyen éreztem. Hello! Találtam ide. Hol vagy? Ó, bazeg. Te kopogtattál, Herobrine-t kerested XP? Ó, bazd meg, azt hittem. Azt hittem már valami neandervölgyi kopogott ott. Ott volt a közelben az apja. Hát látod, hogy Siófokra mentek mindketten. Meg a kifizetett összeg egy részét visszakapom. Bizony. Nice. Tehát megveszed azokat a dolgokat, amiket amúgy is megvennél. Seems legit. Ha ezt a tiplinon keresztül teszed, kapsz vissza egy kis pénzt, tehát hogy wow, ha megteheted, miért ne használnál? A most regisztráló új felhasználók még 2000 forint bónuszt kapnak. Nem csak azért, hogy regisztrálsz, kapsz 2000 forintot. Link a leírásban. Nekem ez piramis játéknak tűnik, de nem tudom. Ez elég szasz. Menapot! Jól néz ki, nagyon köszönöm. Az tökéletes lesz, köszönöm. Szóval rendeltem room service, ugyanis ezt az ilyen fancy emberek csinálják. Azt hiszem, készen álltam. Oh my god! This looks... 10.000 forintos szendvics. Nyami! Puncut 150.000 forint per éjszakáért, de erről nem beszélünk. Magyarok a strandon bíláig. Elrejtjük az értékeinket. Done! Look at us! Kipróbáltuk... Elrejtjük az értékeinket. De miért kell elrejteni az értékeidet? Ezen a helyen csak nem lopnak. Whisperton lábképek ingyen. Vágod ezt, neten pénzért osztogatját, és Ton fogja magát, és kitesz ingyen. Ott van. Whisperton lába. Ezt akartátok látni? Never. Ez egy olyan hihetetlen magas zsár, amit én soha nem adnék ki egy szobáját. Sokkal több olyan program van, amire költed ezt a pénzt, és legalább ekkora örömet ad. A kettő között kell szerintem valamit találni, ami nem túl putri, de nem is atomluxi. Petőfi hú. Ha tetszett a videó, kérlek, dobjatok egy lájkot, illetve hit that subscribe button, és találkozunk a következőben. Nem volt rossz videó amúgy, azt mondom, ez egy jó videó volt. Igaza van, egyetértünk. Bár amúgy ez a videó valószínűleg csak azért készült el, és csak azért lett belerakva ez az 1000 forintos Airbnb-s cucc, hogy el tudja mondani Whisperton azt, hogy hát azért ez mégis egy 1000 forint versus 100.000 forint videó, nem pedig csak egy hát most megint luxus helyen vagyok, és nézzétek, hogy milyen luxusban vagyok, hanem tett egy ilyen kamu részt a videóba. Mondjuk a videóban többször is elmondta, hogy nem kamu, de elég sok dolog van benne, amiben látszik, hogy kamu. Nem tudom, hogy ennek mi értelme volt, de mindegy, nagyon jó videó volt ettől függetlenül. Bocs, hogy ez a videó ilyen szar lett, nem sokára jön a cringe faktor, meg nem sokára lesz sok stream, meg nyáron próbálom azért megnyomni a videókat még. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.